Nem kell megfizetnie a 1,5 milliárd forintos kártérítést annak a gazdának, aki kivágott egy olyan bokrot, amelyen állítólag védett lápilepkék lakhattak. A debreceni ítélőtábla ugyanis elutasította a felperes ügyészség keresetét. A bíróság nem látta bizonyítottnak, hogy a bokron egyáltalán éltek lepkék, így az eljárás költségeit is az állam fizeti. Ezeket a felvételeket még 2 éve készítettük, amikor első fokon tárgyalta a bíróság a gazda ellen indított kártérítési pert. Az ügyben első fokon a 1,5 milliárd forintos kártérítést elutasították. Az ügyészség, mint felperes, fellebbezett. Ezzel egy időben alig 20 millióra mérsékelte a korábbi gigantikus büntetési összeget. A másodfokú bíróság azonban ezt is elutasította. A gyilkossághoz hulla kell. Kellett volna találni valamit, van egy részecskét, egy szárnyacskát, egy lábacskát, egy bármit, ami ebből a lepkéből származik, de nem találtak. A terület tulajdonosa azt mondta, hogy sosem gondolt arra, hogy 1,5 milliárd forintot ki tudjon fizetni. Kezdetben olyan hihetetlen összeg volt, épp ezért el sem tudtam képzelni, hogy ezt valaha is be lehet fizetni, vagy valami módon törleszteni lehet, vagy hozzáférni az ügyészség részéről. A tulajdonos szomszédjában gazdálkodó férfi az ítélet után azt mondta, hogy itt nem lehetett más döntést hozni. A 1,5 milliárd forintos büntetéstről szerinte elképzelhetetlen volt egyáltalán eljárást indítani. Ez nem természetvédelem, ez néhány őrült embernek az agyszüleménye, amelyet az egészen az ítélő tábláig képviseltek. Ezt az ügyészség torkán lenyomta valaki. Az ügyvéd szerint az ügyben folyó többi per is csak a javukra dőlhet el. Én a bíróságnak és a eredetökű hatóságnak hozzáállásából arra következtetek, hogy ott az per megszüntetéssel fog folytatódni. Ennek az ítéletnek nyomán én szerintem ott nem fogunk érdemben vitatkozni. Ott én azt remélem, hogy a hatóság visszavonja a bírságoló határozatot. A bíróság jogerősen arról is döntött, hogy a gazdát 400 000 forint költségtérítés illeti meg, és a per költséget is az államája.